olyan volt, mint hogyha Gary Anderson megnézte, hogy fel van-e húzva a slitze. Bevonulás előtt. A biztonság kedvéért, nincs kizárva egyébként abszolút. Erről meg kell győződni azért. Egyébként mai négy mérkőzés közül, ha a helyezéseket veszük, akkor ez számít a sláger találkozónak, hiszen Glenn Dahlen mögött közvetlenül Nathan Espinal és Gary Anderson jön, és mind a két játékosnak egyaránt 13-13 pontja van, 4 ponttal vannak lemaradva a listavezető éllovas Glenn Dahlen mögött. Így van, és mivel annyira szoros az egész mezőny, hogy ugye a 8 ponttal ugyan Daryl Gurney kicsit leszakadni látszik, annak ellenére mondom még egyszer, hogy győzött, még így is megvan az esélye, hogy a legjobb négybe beverekedje magát. Persze ahhoz úgy kell, hogy alakuljanak a mérkőzések, nagyon sok döntetlennek kéne születnie, hogy ő esetleges győzelmekkel fel tudjon jönni. Itt alapvetően azt gondolom, hogy arra a 7 játékosra tudunk csak koncentrálni elsősorban esélyesként, akik előtte vannak, és ott viszont tényleg mindenki. Tehát az, hogy a második helyezett Espinal 2 pontra van a 7. helyezett Michael Smith-től, tehát mindösszesen 1 győzelmi pontkülönbségre, ez azért mindenképpen arra ad okot, hogy itt minden meccs nagyon, nagyon éles lesz, és nagyon véresen komoly. Itt nem nagyon lesz már senki, aki félváról vegyen össze csapásokat. Nem mindegy, hogy milyen pozícióba kerül ugye az elszámolásnál, még az 5. és a 7. hely között is, tehát a 8. hely között is komoly pénzdíj különbség van. Tehát még akkor is érdemes pozíciókért harcolni, ha esetleg valakinél eldől, hogy már a 4 közé nem fog bejutni, akkor is komoly pénzdíjakat lehet még elvinni. Közben nagyon jó kezdés Andersontól, 240. Ez egyébként a 6. mérkőzésük egymás ellen. 3-at nyert Espinel, egy döntetlen és egy Gary Anderson siker született eddig. Egyébként Gary Anderson, annak ellenére, hogy tegnap egy kicsit elbénázta a végét, ha lehet ilyet mondani, bár inkább azt mondom, hogy Glenn Durant nagyon-nagyon jól játszott. Ennek ellenére azt mondom, hogy Gary Anderson az utóbbi időszak, ugye a sérülését követő időszak legjobb periódusát éli szerintem. Nagyon jól játszik, nagyon határozottan tud legeket befejezni. Opa. Ezt egy kicsit lejjebb dobta egyel, mert ugye ez a dupla 13-ba kellett volna a dupla 6 helyett. Rádobott mindenképpen, mert ugye 160-ja volt Espinálnak, így kiszállón volt, muszáj volt rádobni. Dupla 7, és be is dobja. Hátsó pályán tud nyerni. Parádés. Ezt láttad, ezt láttam, ezt már tegnap is, óriási. Tegnap, tényleg? Óriási. Hát ezt én még nem láttam. Na, jó van, mindig van új a nap alatt, legalábbis az ember nem látja. Hát igen, a szurkolói kreativitás az itt is kijön. Legtöbbször ugye jelmezekben csodáljuk meg a kreativitást, most, hogy nincsenek nézők, most kénytelenek vagyunk ezekben a fotókban, videókban megcsodálni. Itt a 2011-es és a 2015-ös győzelmére készült zászló. 180! Parádés. Szenzációsan kezd Gary Anderson. Pedig Espinel a fogadóirodák számára az esélyesebb occok alapján. Persze még csak a második legben vagyunk, de 180! Már megszületett 380. És Gary Anderson meg... És bedobja. 11 nyíllal, igen. Káprázatos számok. 146-os első 9 nyíl, 50%-os kiszállózás, és 125-ös körátlag Gary Andersonnál. Tegnap is, tegnap előtt is egyébként egyaránt 29-29, 180-as volt a 4 meccsen. Hopp, egy szektorhiba. 43. Ó, de szép.
180! Valóságos gyárat épített fel 180-asok gyártására Gary Anderson. Igen, igen. Harmadik a dobja, a harmadik legben. Elképesztő, majdnem 150-es első ki lesz, és csak nyomja, opá! Teljesen kész. Ezért nagy kár. Igazi darálás. Espinál most nagyon rászaladt erre, de hát hosszú ám azért a 14 leg. Még van idő javítani, persze arra figyelni, hogy a 8-at ne érj el Gary Anderson, mert akkor vége a meccsnek. Itt most egy kicsit rontott. Némi megdorpanás. Igen. Egy tripla 20 nagyon kellene, nincs. És ez pedig ez a bravúr kiszálló, most ez jól jött volna egy ötkörös Espinálnak. Megvan a triplája, és megvan a duplája is. Újabb brékleg, 3-0-ra vezet Gary Anderson. Most már csak 141 az első 9 kilós átlaga, 115 a kör átlag. Most ez le fog esni persze mind a kettő. Gyakorlatilag a tarthatatlan kategória egyébként az a 140 fölötti első 9 nyíl. 140. Tegnap Gervin Price és Van Gerwen ellen sokáig 110. Eleje nagyon kemény volt annak a meccsnek ilyen szempontból is. Meg aztán a vége is. Gyönyörű. 180! Espinál röpködnek. Érzi, hogy emelnie kellett a színvonalat ahhoz, hogy esélye legyen. És itt egy 140-nek kiszállóra jön le Gary Anderson. De jó meccs, te jó ég. 107-es átlagon van ám Espinál is. 140! 140, ő is most... Na még, ha megcsinálná ezt a bravúrt is Gary Anderson, most már nem fogja. Az már túl sok a jóból. Egy jó 11 nyilas Espináltól, az se lenne gyenge. Megvan a 9, dupla 16. Húha, nagyon fontos pillanat, bedobja. Bedobja, 12 nyilas. Hogy ne húzzon el azért olyan jelentős mértékben Gary Anderson. Mert most róla Espinál. Így köröst kell dobni, hogy nyerjél. Az... Visszabrékelt, nem igen, utolsó sorban. Igen. De így is van még egy brék előnye Gary Andersonnak. 13, 11, 15 és 12 nyíl. Ez a bosszantó. Hiba. 140. Mindig elképesztő átlag. Igen. És most Espinál is föl fogja visszatornázni. 180! 300. az idei Premier League-ben. Lacikám, így haladunk, a második meccsre be fogsz rekedni. Elképesztő, hogy röpködnek, mint a verebek a 180-ak. 3-3 az állás ebben, és jön a negyedik Espinálnak. Majdnem! Ez pek volt. Ez az, és így nincs is kiszállója. Ez baj lehet. Főleg így! Ott a rész 180! Ezért lett baj. Egészen elképesztő játék. Hetedik a meccsen, és még csak a negyedik vagy ötödik legben járunk. Igen. Gyönyörű, 40-re leteszi magát Espinál. Ha Anderson hibázik, akkor lehetősége lesz, de hibázik. Micsoda játék ez, 4-1. 11 nyíl. Egymás flagjeit veszik el. Elismerően bólogat, ez elképesztő. Dobálják hátulról a négy körösöket. Hogy el tudják venni a másiknak a legjét. Hát igen, erre nem lehet más. Egyébként nem tudsz mit csinálni, csak megpróbálod visszadobni a négy köröst. És ott folytatja, ahol abba hagyta. Nincs olyan mutató, ami egyiküknél is akár a 100 alatt lenne. Hihetetlen durva. 100-as. 107 fölött Espinál, 118-48 Anderson, 117-es Espinál első 9 nyila, és 135 Gary Andersonnél. Ez ugyanez, és 50%-os kiszálló van Espinál, illetve Gary Anderson pedig 67%-on. Na hát, és egy 140 természetesen. Továbbra is. Húha! Már azért bebecsúsznak hibák.
45? Ez most előző köresen volt túl jó. Ne temessük még Espinelt. De hát az semmiképp sem. 130. Újabb lehetőség a breaklegre negyedik körben. Alatta fölötte. És most arra sincs szükség, hogy kiszálljon. Ez azért fontos. Most csak simán lekerekíthet. Kell neki az 51. És nem nagyon tudom, hogy mit gondolkodott. Dobott egy kettes. Hát, hogy elsőre elszámolta magát, és utána kapcsolt, hogy mennyie van. De ez sokba kerülhet. 100. Nem, viszont 97. 110 pont Gary Andersonnál. Caspinál. 20-as. És a Bull. Nincs meg, 25-ös bedobta. 110, 100 fölötti Gary Anderson számára. Ez lesz az első olyan leg, ami nem fejeződött be az ötödik körben. Andersonnak a hatodikban sem. Így aztán az átlagok is megy majd lejjebb, lejjebb. Dupla 4. Na ez a nagyon nagy baj. 4-2 helyett lehet, hogy 5-1 lesz így. Hatalmas hiba volt Espinától. Ezen a meccsen ezt be kell dobni. Tehát még Anderson se szállt ki. És nem dobja be! Elrontja! Milliméterekkel fölötte, illetve alatta a két kiszállónyila. A hetedik körben vagyunk, ez most elég szokatlan ezen a meccsen. 4-2. 19 nyilas leg. Hát így azért nem olyan egyszerű a története Gary Andersonnak. 5-1-jel nagyon nehéz helyzetbe hozta volna Espinelt. Igen, és most kérdés, hogy első pályáról Espinel, hogy folytatja. Közben ugye mondom, hogy a Sporttelevízió Facebook oldalán dárcos cikk alatt várjuk a hozzászólásokat, kérdéseket. Egy cikkben, ahol Monc Attila kollégánk írt egy gyors cikket a Peter Wright féle bakancs listáról, amiről ugye tegnap lekerült az első tévés 9 nyilas. De ne ilyen kérdést, hogy hány éves a kapitány. Egyelőre úgy érzem, hogy szó se jutnak a szurkolók, egyébként mi is csak nagyon nehezen. Tényleg brutális. 140. Most egy kicsit elkezdtek visszaesni az átlagok, de még azért így 100 fölött mind a kettő jócskán. 57, és leesik a toll Espinelnek a nyiláról. Hogy benne van, kukkolt is ott nagyon Raspberry, hogy benne van-e a triplában. Igen, muszáj volt, mert nagyon, nagyon a sarokba, a csücsökbe érkezett. Betobja, és 4-3. Már csak egy leggel vezet Gary Anderson. Kidencreét. Száznegyven Espineltől. Kidencrehat. Nem jönnek most az extrák Gary Andersontól. 100-as. Nem, 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 most egy picikét megtorpant Gary Anderson. 94. Csak 100 alatti, minden körre eddig 100 alatti volt. Igen, most egy picit beúszta a kéziféket. 161. És ezzel leteszi magát 90 Espinel. 82 Gary Anderson. Tripla 20, jó, dupla 15. Még egy nyila van rá.
Megvan az egyenlítés. 4-4 beért Egerje. Anderson Espinel. És mint a most kezdődne a mérkőzés. Pontosan, és nem egészen egy 5 perccel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy 5-1 lehet Gary Andersonnak. Most meg már arról fogunk, hogy lehet, hogy 5-4 Espinelnek. Nagyon kiesett a játék ritmusából, abból a teljesítményből, amivel 5 legen keresztül játszott Gary Anderson. Itt van a pillanatnyi állás. Tehát itt, aki nyer, az 2 pontra megközelíti Darentet, de hát lehet Darent megint elhúz majd 4 ponttal. Ez attól függ, hogy este utolsó mérkőzésén mit játszik Gary Gurney ellen. És ne írjuk le a Gurneyt, mert tegnap szenzációsan játszott. Így van. Kicsit hullámzóan, de nagyon jól összességében. 97. És ami fontosabb, hogy eredményesen győzött, és azért ez, itt ebben a mezőnyben nem annyira egyértelmű, hogy ha az első az utolsóval játszik, mert azért itt a világ 8 tényleg legjobb játékosáról beszélünk. Leváltott és jól tette. 76 marad, nincs kiszállóan Espinel, újabb break lehetőség, és ráadásul 5-ösre kezd. Fúha! Ez még mindig csak 165. ...140-re megy le. Megvan, és egy nyílt dupla 20, bedobja, megint egy brékleg. És egy visszatért egy 5-körös játékába. Game on! Most megint elkapja a fonalat Gary Anderson. 131, gyönyörű. Kicsit megpihent. De most megint. Azt akartam mondani, hogy elhúzta a mézes madzagot. 57. Jött egy kérdés, hogy Gary Anderson mióta játszik ezzel az új nyíllal. Azért egy nagy szurkolót megkérdeztem, mert köztudott, hogy én nem annyira szoktam azt figyelni, hogy éppen melyik versenyen ki melyik nyíllal játszik. Sokkal jobban érdekel a játékuk, mint hogy azt vizslassam, de múltkor már kiderítettük, hogy ez a Phase 2-es nyíla, tehát a teljes tényleg egy új nyíl, de ez is kapható a forgalomban. És ugyanúgy láttam már játszani vele a magyar játékosokat is, tehát itthon is kapható. A matchplay-en még nem ezzel játszott, úgyhogy valószínűleg azután váltott át erre a nyílra, és azért az most úgy tűnik, hogy bejön neki. 100. Kellene valami nagy, megvan a tripla. Még egy kellene, az is megvan, így lemegy 100 alá. 86-ja van, tripla 18-as. Hát, lemegy 100 alá feltéve persze, hogyha szektort eltalálja. Vagy nem üti ki a bennálló 2 nyilat a harmadikkal. Az megvan, és a 10-es, és a dupla 20. Megdobja! 110-es kiszálló 6-4. Ez aztán a bosszantó följön 4-1-es hátrányból Espinel 4-4, és aztán utána elbukik 2 leget. És kezdhet mindet előről, csak hát most már nagyon közel a 8 megnyert leg Gary Anderson számára. Most már nagyon nem fér bele Espinel játékába a hiba. És nem jön tripla. Megállt a 180 gyártás is. Esik szét a felszerelés. Egy kis szerelés. Kb. Olyan gyors, mint egy Forma 1-es kerékcsere. Pár másodpercet vesz csak igénybe.
Elég egy ember hozzá. És igen, nem kell hozzá egy csapat, igen. Egy ember, egy viszonylag épségben lévő fogszerkezet, és már is meg van oldva. Ez most nagyon fontos Espinának, hiszen még egyet nyer Gary Anderson egy leget, akkor az már X-nél rossz, jobb nem lehet Espinának. És igazából itt a döntetlen Glenn Durantnek a legjobb. Azt, így van. Szépen volna érintett a drótot kívülről. A bravúr kellene Gary Andersontól. Képes lesz rá. Az első megvan, nagyon ingadozik az a nyíl, lóg egy kicsit. Jó, és kipattantotta. Nem is bírta oda tenni a már. Nézd meg, beledobja. Azért beledobja. Még mosolyog is. Nem, annyira, igen, neki sokkal följebb szokott állni a tolla, és megütötte vele. És bedobja Espinál viszont. Na de most. Gary Anderson az egy pontért kezd. 140. Jól is indított. Kell a válasz. 140. Jó. 140 ez is. Anderson még mindig 60%-kal kiszállózik. A 9 nyilasaik majdnem megegyeznek 111 és 112 Gary Anderson javára. Anderson 104-es átlagon, Espinal 99,87. Nem tudott lemenni 100 alá. Rengeteg break leg. A Gary Andersonnak 6 lehetőségből 4, Espinalnak 5 lehetőségből 3. Több volt a breaknek, mint a saját megnyerte. Így van. Abszolút. 84. Hát nagyon úgy néz ki, hogy hamarosan bebiztosítja az egy pontot, minimum az egy pontot Gary Anderson. Ugye 11 legből eddig, 11 legből 7 volt, amit a hátsó pályán játszó. Úgyhogy jócskán túl van az 50%-on. Na nézzük a 40-et, nem jön dupla 10, bedobja. Kikapni már nem fog Gary Anderson. Igen, de tegnap megmutatta, hogy hogy kell 7-3-ról leixelni. Kérdés, hogy most Espinal ellen melyik Anderson fogjuk látni, a magabiztosat, aki be tudja fejezni a mérkőzést, vagy kienged megint egy-két pontos meccset a kezéből. Nem kezdett túl jól Espinal, van triplája ugyan, de viszont Anderson sem. Most ez a már megszerzett egy ponttal kiegészített tabella, ugye még a legarányban nem mutatják meg, hiszen az előbb is plusz 5, plusz 3 volt, de a pontoknál már mutatják, hogy így egy pont az előny, de hát ugye vagy két pont lesz az előnye Espinal szemben, vagy egy pont. 180! Hát ezzel a 180-nal most elbillenhetünk abba az irányba, hogy lebrékeli és megnyeri. Espinalnak kéne még egy tripla. Be is dobja, gyönyörű. 135. Hol tart? Nem vonták le? Mit? Vagy levonták Gerittől a 108? Igen, de 55-tel kezdett. Ja. De ez 123 is kiszállón van. Három kör után ő kiszállón van. Espinal viszont lerakhatja magát egy nagyon... Nagyon jó ez eddig. ...kiszállóra. 24-et szép. Akart magának hagyni. 54 lett. Megvan a tripla úsz. Kell az 51. Eljut-e a meccs nyílig vajon? Nem. De egy kis nyomás azért van Espinalon, hogy nem hibázhat. Megvan a 14-es dupla úsz. Bedobja. 7-6 és most jön. Tudom, átvillan-e az agyán Gary Andersonnak a tegnapi mérkőzés. Igen, az... És milyen rosszul kezd? Akkor ezek szerint lehet, hogy át. Egy tripla jött végül.
Most ott jó a kezdés, a folytatás is, és a befejezés is. 180! Hatodik Gary Anderson. Kilencedik. Féle, de csak a meccsen, igen. Andersonnak a hatodik, igen, volt ez. Espinal is az elején hozzádobált hármat, de ő leállt teljesen. Szép is lenne minden meccsen, lenne ennyi 9 színes, akkor 36-tal fejeznénk be. Abszolút csúcsnak számítana. Hoppá! 18-asra kell kezdenie, folytatni. Gyönyörű, és akkor még a befejezés oda. Jújjújjúj, de kár ezért. Még egy kellett volna abból a triplából. Nagyon kellene a tripla. Megvan. De ezzel még nem ment le 100 alá. Még egyébként rádobhatott volna. Nem, nem jön. Ő lemegy 100 alá. Igen. Na, most itt a végső összecsapás. A győzelemért. Kell a tripla, ki kell állni, mert aládobta. Hát, hát odadobom, lesz, ami lesz. Ó, ráment a két búrra, mert betakart neki. Nagyon az a nyíl. És az egy pontért Espinel. Nem, nem jön a dupla 18, így nem lesz kiszálló. De az meg kell csinálni, igen, ezt a 70-et Andersonnak is. Egy nyila lesz a győzelemért. És itt a meccs nyilvánogja. 8-6. Hú, te jó ég. Ez a fájt nagyon Espinalnak. Megint 40-en állt. Ez kb. Annyira fájt neki, mint az a nagy kiszálló. Ez azt jelenti, hogy Gary Anderson a 2 pontát megközelíti 2 pontra. Glenn Darrentet. Megbeszélik egymás között gyorsan a történéseket. Itt egy világ bukott össze, szegény Espinel. Ez azért egy kicsit ilyen ember közelivé teszi, bár ő amúgy is egy nagyon szimpatikus játékos.